az adventi forgataggal kapcsolatos előterjesztésem arról szólt, amire a költségetésnél döntöttünk, hogy 4 millió mm. forintot keretösszeget biztosítunk az alapítványnak, hogy szervezzen meg ezt az adventi forgatagot. Erre ezt a polgármester úr azt mondta, hogy támogatja, csak az volt a plusz javaslata, hogy a gyertyagyújtáshoz kapcsolódó költségeket külön soron biztosítsuk, az másfél millió forintban jelöltünk meg. Én azt gondolom, hogy ez nem volt egy korrekt magatartás, már csak azért sem, mert az eredendő javaslatban bent volt a gyertyagyújtás is a programban, és akkor belefértünk volna a négy és fél millió forintba. Polgármester úr ezt nem akarta, kisebb-nagyobb viták voltak, ilyen-olyan felhangokkal. Mi, mi nem értettünk általában egyet. Mi azt gondoltuk, hogy az advent nem politikáról kell, hogy szóljon. Azt gondoltuk, hogy a gyertyagyújtás nem politikáról kell, hogy szóljon, hanem a, a gyertyagyújtás legyen egy ünnep valóban, és az arra méltó emberek, gyerekek, bárkik ott e, tényleg ünnepként élhessék meg, vagy netán meg is gyújtassák ezt a gyertyát. Nem így történt a dolog. Ő, ők ragaszkodtak ehhez. Akkor úgy tűnt, hogy ezt azért teszik, mert pontosan tudják, hogy mi a forrása, tehát rendelkezésre áll. És ezért mondtam, ha akkor tudták, akkor most is tudni kell, és akkor még nem ez a forrás volt. Tehát az, a for, a, az ő által igényelt pénzeszköz a rendelkezésükre áll a hivatalban más sorokon, akkor szüveskedjenek onnan felhasználni, és ne egy olyan sorról, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy a fejlesztéseinket el tudjuk indítani, hiszen tervezni kell, stb. stb. Tehát vannak olyan költségek, amiket meg, oda kell elkölteni, ahol azok valók, és az idevaló költséget pedig a. Ide való költséghelyekről kell biztosítani. Ennyi volt, semmi több. Mi is azt szeretnénk, ha ez egy méltó vásár lenne, ezért biztosítottuk hozzá ezt a pénzeszközt, és abban bízunk, hogy ez most meg is valósul, rengeteg fellépével, műsorral. Hát, és a bízunk már egy jó idő lesz, de hát ebben, hál' az Istennek, még a Fidesz frakciók is beleszólása. És ha már fejlesztések a másik ilyen pont, amit most beszéljünk át ez a kórház körforgalom melletti fokítelken megvalósuló, ilyen szépen kifejtsen parkoló kérdése, hogy a régóta visszatérő kérdése ez a közgyűléseknek, most ismét előbe került a vizelvezetés miatt. Hogy áll most a kérdés? Én azt gondolom, hogy nagyon megnyugtató a kérdés, a beruházókkal nagyon jó kapcsolata van a hipogámsi hivatalnak és a, a közgyűlésnek vagy a bizottságoknak is, hiszen többször egyeztetünk, és azokat a szükséges döntéseket mindig időben meghozzuk, amelyek nem hátáltatják a beruházás, beruházók munkáját, hiszen a mi érdekünk is az, hogy minél előbb befejezzék ők is a beruházás, vagyis határidőre, és ennek megfelelően mi is minél előbb meg tudjuk valósítani ezt a parkoló kialakítását ezen a területen. És ehhez kértünk most segítségét a közüléstől, hogy az 65 millió forintot plusz 3 millió forintot tegyünk hozzá. A 65 millió rendelkezésre áll, és ennek megfelelően ezt valósítsuk meg. Mi ezt már 2019-ben, amikor lehetőséget kaptunk arra, hogy a várost vezessük, hogy a polgármester úr szavaival éljek, akkor már azon mondtuk, hogy akkor mi itt mit szeretnénk, és a kórház körül parkolási problémák megoldásához rossz, szeretnénk ezt felhasználni, ezt a területet akkor nagy felháborodás volt, hogy ez sokkal értékesebb terület annál, mint hogy parkolót csináljunk belőle. Most átgondoltuk, megnéztük, hogy ha ilyen-olyan célra sikerül értékesíteni az önkormányzatnak ezt a ingatlan vagyont, egy részét pontosabban, akkor a, befolyó, vagy a vételárként befolyó összeget fel tudjuk használni a parkoló kialakítására, és akkor nagyjából olyan 100 körüli parkolót csatszoltunk, hogy annyi kialakulhat. Most valóban 116 parkolát tartunk, de ebből 45 az önkormányzati parkoló, a többi az a a Burger King és a mellett megvalósuló, reményeink szerint megvalósuló áruháznak a parkolója lesz. Hát ott nyilvánvalóan nem számít, arra nem lehet százszerűen számítani, hogy az mind fel lehet használni a kórház parkolási gondjainak a csökkentésére, mert hiszen ott lesznek, akik vásárolnak, lesznek, akik a szolgáltatásokat igénybe veszik, reméljük, és akkor ennek megfelelően csökken a 116 parkoló hely száma, de az a 45, az mindenképpen a kórház körüli parkolási problémákat lesz hivatott orvosolni. De ennek érdekében egyébként ugye döntöttünk múltkor a bizottsága, a és Bizottságon a Kossuth lévő, közsütéren meglévő terület parkolási hasznosításával kapcsolatosan meghoztunk bizonyos döntéseket a tervezővel együtt. Reményeink szerint az is megvalósul, és hogyha ezek szépen fokozatosan megvalósulnak, akkor valóban elmondhatjuk, hogy egy-két olyan belül jelentős mértékben javulhat a helyzet. Most azt a szemünkre, hogy kapkolódunk, de hát mondtam, mi nem kapkolódunk, 19-ben kaptuk meg a lehetőséget a városlakóktól, mi akkor már ezt elindítottuk, csak közben kétszer volt pandémia, amikor a polgármester uragrat egyen, egyen uralkodóként, se bizottságok, se közgyűlések nem voltak, vagy azt követően az orosz háború miatt a Sperbank csődje bekövetkezett, és a tavalyi év szinte azzal telt el, hogy nem volt pénzünk, nem tudtuk, hogy abból a Sperbankba szorult hát közel két milliárd hogy mennyi lesz az, ami visszajön, vagy megkapjuk-e mind, vagy csak felé, nem nem tudtuk. Innen több az önkormányzat be is volt, a területe be is volt határolva, hiszen ha nem áll rendelkezés a forrás, akkor nem lehet kiírni semmiféle pályázatot, sem közbeszerzés, sem egyéb más pályázatokat, mert az önmagában jogszabálysértő magatartás lett volna, és tavaly decemberben érkezett meg az utolsó sperbanki részlet. Tehát tulajdonképpen ez az egy év maradt arra, hogy végrehajtsuk a, a beszerzéseinket, a felújításainkat, a beruházásainkat. Tehát ennyi történik, és mi haladunk ütemesen tovább. Az még szomorú, hogy Szabó Szilárd már sportot üz abból, hogy fő, nem, fő, fő se készül a közülésekre idején, és akkor elmondogatja a saját maga kis monológiát, amit mások leírnak neki félig. Hát nem tudom, hogy ez így szélevezetője. Mi jobb szeretjük, hogyha valaki fölkészülve szól hozzá.